Üdvözlök mindenkit itt a vlog csatornán! Happy New Year! Boldog új évet mindenkinek! Beindul a szekér! Első videó 2024-ben! Go woo! Kommentbe írt, hogy yeah! A másodlagos csatornán az én nevem még mindig Always Mac Henry. Hát mivel is kezdhetném a 2024-et, ha nem újra valami jó kis TikTok ajakrém videóval? Olyan videókat fogok megnézni, amiben kedves TikTok tartalomgyártók előszeretettel segítséget kérnek. Előre el szeretném mondani a véleményemet ezzel kapcsolatban, hogy szerintem nem azzal van probléma, ha az ember segítséget kér az interneten, rossz helyzetben van a jelenlegi élete, vagy a családi állapota, vagy az anyagi állapota, hanem az, ahogy az emberek túlmennek egy határon, és ami már a magyar TikTokon megy, már ebben a témában kapcsolatban, de akár nagyon sok mindenről beszélhetnék, hogy mi a probléma szerintem a magyar TikTokkal. A mai alanyok teljesen ismeretlenek lesznek számomra, tehát nem ismerem őket, nem követem őket, hanem kedves Pletykafészek nevű csatorna egy olyan csatorna, amit konkrétan összegyűjti ezeket a dolgokat, úgyhogy nekem csak egyszerű az egész, mert nem kell keresnem, mert egy helyen megtalálok mindent, amit szeretnék. Saját álláspontomat elmondom, ha valaki egyetért vele, ha nem, nem írd le a komment szekcióba, én nagyon szívesen beszélgetek bármiről, szeretek egyébként vitatkozni, szeretek egyébként másokat meghallgatni, de hogyha olyat írsz, hogy édesanyám menjen el XY helyre dolgozni az utcasarokra, arra nem tudok reflektálni, ne haragudj. Nézzük, hogy ki hogy kunyerál. Hát ha én is tanulok valami, hogy hogyan kell az emberektől pénzt kicsalni. Jaj, hát itt van életem szerelme egyből, Varga Irén. Segítsetek nekem egy kis anyagi pénzzel, ajándékpénzzel, hogy összegyűjön a pénzem. Muszáj vagyok megvenni a lábmasszírozógépet, amit meg is fogok nektek mutatni. Köszönöm szépen. Lábmasszírozógépet akar venni? Azért kunyerál? Miért? Ha masszírozza meg a párja, vagy valami, menjen egy masszőrhöz. Ja, de ahhoz is össze kellene gyűjteni a pénzt, ja. Gyerünk, életeim. Egy Leon cicát, vagy egy korgit, vagy egy sportautót, valamit dobáljatok be, drágáim, valamit. A szokásos, Leon cica, korgi, sportautót, valamit dobáljunk, gyerünk. Hát megérdemli, hát legyen már meg az a lábmasszírozó gép. Hát most miért nem adod oda neki a sportautódat? Dob be az Opelt is, ha arról van szó. Csak legyen már meg az a lábmasszírozó gép. Mondom őszintén, sokat nem vártam amúgy az Iréntől, de hogy lábmasszírozó gépre akar összekunyerálni nézőktől pénzt, hát beszarás. Most ugye én a kaucióra szerettem összegyűjteni. Kaució. És a pénzén le is veszem szépen, és akkor én abból az új lakás, gyerekek, abból az új lakást kajak. Aha. Csak ezért kérem a segítségeteket, hogy ezt az egyet valahogy tudjuk összehozni. Csak ezt az egyet. Nekem nem cigire, meg mit tudom én, mikre kell, lakhatás. Ezekkel az emberekkel az a baj, hogy magát a TikTok platformját és az egész felületét már amolyan lehetőségnek élik meg, és már elvárják, sőt, van olyan, aki már elvárja, hogy ő neki ajándékot küldjenek. Nagyon-nagyon szánalmas az, hogy ezek az emberek ezt a TikTokot, ezt az egész platformot csak azért töltik le valahova, telefonokra, csak azért regisztrálnak, és azért vannak jelen, ők úgymond pénzhez jussanak. Ezzel van a legnagyobb probléma, nem az a baj, ennél még az is elviselhetőbb, ha valaki Facebookra kiírja, rossz anyagi helyzetben vagyok, kérem valaki támogasson, még annál még ez is szánalmasabb. Én nem hiszem el, hogy ez a srác sem tudott volna más, bármilyen más megoldáshoz folyamodni, mint az, hogy itt kunyeráljon emberektől lakhatás céljából pénzt. Nehéz munkát találni, én nem azt mondom, hogy mindenkinek azonnal lesz munkahelye, de aki keres, az talál. Olyan nincs. Olyan nem létezik, hogy folyamatosan próbálkozol, vagy valami 110%-ot próbálsz megtenni, és akkor sem. Akkor azt mondom, de én biztos vagyok benne, hogy ebben a helyzetben mást is lehetne, mint az, hogy TikTokon kunyerálsz, mert az önbecsülésed már a béka segge alatt van, nézd? Ennek a béka segge alatt. Szóval, aki tud segíteni, a számleszám kint van a szavazásba, babáim, jó? Nem értem. Nem értem egyszerűen. Undorító, miért lennék undorító? Te vagy, miben kell a segítség? Hát, hogyha tudsz utalni 1000 forintot, szívem számlaszámot kirakom szavazásba. Beszarás. Jó. De amivel ott sminkeli magát például, az mennyibe kerül? Tényleg nem akarok így másnak a pénztárcájába turkálni, mint ti, de például amivel ott sminkeled magad, az mennyibe kerül konkrétan? Tehát, hogy ne haragudj, de nem úgy tűnsz, mint aki 1000 forintra szorul. 125 darab korgiatét. 225 köszönöm, korgiatét. Köszönöm szépen a korgit. Lehet a korgi. Tovább dobni. Ez az, dobáld. 1300-an vagyunk, ha gondoljátok. Ha gondolj. Ha jó a műsor, RTL-re is fizettek, nem? Mi?
Igen. Én már mától kezdve én azon leszek, most már direktbe, azon leszek, hogy mindenkit húzzak le itt, aki spanyol, és én nem is fogok. Egészben a legfélelmetesebb az, hogyha megnézem ezeket a kedves embereket itt, hogy konkrétan ezeknek az embereknek ténylegesen van egy úgymond egy ilyen kis közösségük már, akik mindig ott vannak és mindig támogatják őket. Nem is a támogatás lenne itt a legnagyobb probléma, hanem az, hogy kiket. Arra már nem tudok mit mondani, amikor az emberek ezt csinálják, maga a tartalomgyártó. De mikor annak az embernek a fejébe kéne belenézned, aki minden nap küld neki ajándékot, és nem is kicsiket, mert olyan nagy ajándékokat kapnak ezek az emberek, hogy valami elképesztő, de hogy annak az embernek az agyában mi zajhat, milyen gondolatok keringhetnek, hogy milyen oknál fogva pont egy ilyen legtöbb cinikus, rosszindulatú, lenéző ráadásul, de azért kunyerál, meg követelőzik, de azok az emberek, azok mit kapnak? Szeretnék egyszer egy ilyen emberrel beszélgetni, ezt már az előző videómban is kértem, hogy vegye fel velem a kapcsolatot egy olyan ember, támogatja ezeket az embereket, meg akarom kérdezni, hogy milyen fantáziát lát ebben, hogy ez neki megéri. Hogy konkrétan ingyen élő embereknek küldöd el a te pénzedet, amiért lehet, hogy te megdolgozol. Persze ilyenkor általában azt szokott jönni, hogy hát neked mi közöd van ehhez? Semmi, csak hát retek hülyék vagytok. Ága szerelmem megérkezett. Meg ha kezdek is, azt mondja fel, hogy ó, gyere pénteken próbanapra, és addig mit csinál? Már ott bukó az emberem egyébként. Ugye róla már csináltam egy videót korábban, de már ott bukta, amikor egy nőnek minden második szava valami trágár, tehát onnantól kezdve az bukta. Ez a nő önmagában is egyébként retek szánalmas. Hogy oltogatja, hogy ő milyen jól néz ki, meg ilyenek. Hát persze azért, mert nincs mit tenned, de azért a McDonald's-ba a kiköpött sürkumplit azt megenné. Idáig lesüllyedni felnőtt emberek öcsém, mert imádom a TikTokot. A magyar TikTok egy rák. Csak egy nagyon kicsit. És mutogatják a bankszámla számukat az emberek, érted? Mutogatják a bankszámla számukat, mindegyik mutogatja, érted? A papírt, az OTP-s papírt. Majd meg se nézik, hogy ír az ember, vagy mit tudom én. Semmi. És pedig élő live-okban, amikor játszanak, párbajoznak, akkor írom be direkt ilyen nagybetűkkel, hogy lássák. Semmi reakció senkitől. Látod, erről beszéltem. Na, gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy a kisugárzásom, vagy nem tudom milyen ilyen, hogy... Látjátok, erről beszéltem, hogy az emberek már tudatosan indítják el a live-ot, és már arra következtetnek, és arra számítanak, hogy majd jön majd ez, meg Y, meg Ferike, meg Bécike, majd jön majd segíteni, és majd küld nekem ajándékot, és ott ül óra hosszákat a mobiltelefon előtt, és várja, hogy valaki adjon neki ajándékot. Sokkal egyszerűbb, hogy leülsz, és akkor semmit nem kell csinálni, és akkor te kapd folyamatosan ajándékot, és imádom, a kedvenc része még mindig az, amikor fel van háborodva az összes, érted? Az összes ilyen fel van háborodva, hogy nem küldik az ajándékot, pedig ő már ott ül két óra hozzája. Az üti költségem is drága, mivel egyedül megyek. 15-én lesz gyerekek a születésnapom, és arra gyűjtök. És aki szeretne benne részt venni, egy kis anyagiakban támogatni. Szerintem amúgy a 95%-ban ilyenkor ezek az emberek hazudnak már mindent. Én is voltam szegény, és most sem vagyok egy vagyonos ember. Nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, volt, hogy én is kértem segítséget. Nem az a szégyen, de amikor lealacsonyodsz már, amikor már semmi nem számít, csak az, hogy pénzt kapjál minél hamarabb, mit nyújtanak értük cserébe, még hogyha mondjuk valami nagyon jó tartalomgyártó lenne, tényleg, aki tartalmat nyújt, aki engem szórakoztat, akkor azt mondom, hogy én leszek az első, aki segítek neki. De ezek az emberek semmit nem csinálnak, ülnek így a tézélet, segítsen már valaki, légy szíves. Ezek ilyen NPC-k, érted? Ilyen pénzsóvár NPC-k, semmit nem nyújtanak, semmi plusz nem adnak a contenthez, semmi az ég adta világon. Ezeket az embereket én hol, miért támogassam? Nem fogom. Elveszi gyerekek a TikTok a felét a pénznek, de akkor is szépen kikapom kérté. Nem kéregetek, csak gyűjtünk babajm, csak gyűjtünk ebédlőszikrére a gyerekeknek. Kis jó ember vagy, sziasztok, szép gyújtok, köszönöm a rózsot. Valaki odaírta neki, hogy nincsen, látod, valaki odaírta, hogy sajnos nincs, nem tudok adni. Azt ebből jött, hogy jó ember vagy te is. Nem fog, csak 100 000 like-nál like, hogy sorsolni. Az nem. A lényeg, 100 000 like. Elegem van abból, hogy mindig megkérek mindenkit, hogy nyomja azt a jelzőt, és mindent beszorolok a sorsolásba, és senki nem hajlandó azt a jelzőt is osztani. Mit nem lehet osztani? Nem ingyen kértem, ember? Lehet, hogy te fogod nyerni a parfümöt.
Én írtátok, hogy büdös a parfüm. Szerintem ugyanazt a parfümöt küldtem el. 100 000 like-nál fogok kisorsolni. Annál alább nem fogok menni. Úgyhogy lehet nyomkodni, lehet kapodni a kijelzőre. Nem fogok ennyi alább menni. Aki 100 000 like-ot megcsinál. Nekek írjátok a komment szekcióban, hogy nektek mi a véleményetek erről a jelenségről itt a Magyarországon. Nem kell amúgy messzire mennetek a TikTokon, hogy találjatok ilyen kedves embereket. Elég egy-két ilyen live-ot megnézni, aztán a TikTok algoritmusa folyamatosan dobálja majd fel nektek. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, így az egésszel kapcsolatban is. Remélem tudunk egy jót beszélgetni a komment szekcióba, komolyan, őszintén és nem elviccelődve. Az én véleményemet hallhattátok ebben a videóban, aki elítél, elítél, aki nem, de én úgy gondolom, hogy teljesen normálisan állok a dolgokhoz. Még egyszer mondom, nem azzal van baj, hogyha az életben valaki segítségre szorul, ezt nem győzem hangsúlyozni, mert tudom, hogy van, aki szereti kiforgatni a szavaimat, hanem az, ahogy az emberek lealacsonyodnak az alpári stílus mellett, szinte már követelik az ajándékokat és a segítséget, hogy valaki eltartsa őket. Pedig ezek felnőtt emberek, és ezeknek a felnőtt embereknek szerintem más lehetőségük is volna, mint az, hogy folyton kiszolgáltatottan élni minden napjukat a telefon előtt, hogy hát ha valaki végre dob egy univerzumot, vagy egy játékautót, vagy tudja a tököm. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszik ez a tartalom, akkor írjátok már a komment szekcióba, és jövök még, mert rengeteg van, amiről beszélgethetünk a TikTok egy érdekes hely, főleg a magyarországi. Sziasztok!